Az önkormányzat szempontjából eredményes volt a 2019-es év. Számtalan terület és településfejlesztési operatív programot sikerült befejezni a megye valamennyi településén. Több infrastruktúrális beruházás is megvalósult, az egyik kiemelkedő volt a nyugati elkerülő út újabb szakaszának befejezése. Politikai szempontból is eseménydús volt 2019, két választás is lezajlott, amelyek megmozgatták a helyi közéletet. Ennek értelmében október közepén felállt az új közgyűlés is, és tovább folytatták a már megkezdett munkát a különböző projekteken. Vannak határon átnyúló programjaink is, amelyeknek az előkészítő fázisában tartunk, mind az ENI-ben, ez az Ukrajnát is érintő program, mint a magyar-román programban, most a túlba éppen a év végén a második fázis, tehát ennek látványos eredményei jövőre lesznek, de a TOP-nál számos helyi fejlesztést tudok mondani, tehát ami nem több 100 millió forintos beruházás, de egy-egy helyi közösség életében nagyon fontos egy helyi piac, ami közösségi teret jelent a adott településen, orvosi rendelők megújulása, óvodák megújulása, energetikai fejlesztések, ezek mind-mind tehát aprónak tűnő fejlesztések, de egy település életében nagyon is fontosak. Ez több milliárd forint, sőt, ebben az évben több 10 milliárd forint fejlesztési forrás jelentett a települési önkormányzatoknál. Jelenleg a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, ENI határon átnyúló együttműködési program előkészítési folyamataiban vesz részt a megyei önkormányzat. Szatmár megyével és Kárpátaljával egyeztetett Sesták Oszkár a beadandó pályázatokról, hiszen 2019-ben újabb projekteket tudtak közösen elindítani. Ezek mellett fontos kiemelni, hogy elkezdődött a következő 7 éves uniós ciklus tervezése. 2020 elején eldőlnek azok a kérdések is, hogy a területi operatív programok milyen formában tudnak megmaradni, valamint hogy mekkora támogatási forrásból gazdálkodhat majd a megye, akár indikatív forrásként is. Azt jelenti, hogy előre címkézetten megkapja a megye, és ez megfelelő projekteket kell fejlesztenünk. Tehát ez egy izgalmas időszak lesz, különösen a jövő évben, de már előkészítő anyagokat minisztériumoktól kaptunk már. Voltunk megbeszéléseken, ahol elmondtuk azt az álláspontunkat, hogy fontos, hogy a helyi közösségek akarata, érdeke érvényesüljön a további projektfejlesztésben. Persze az is fontos, hogy ezek megfelelő ágazati összehangolással történjenek, hiszen a gazdaságfejlesztés az változatlan fontos, az gondolom mindannyiunknak, hogy a fejlesztési hátrányainkat, fejlődési hátrányainkat le tudjuk küzdeni, ebben még számos feladatunk van a következő években is. Ilyen például az infrastruktúrális beruházások és az ipari parkok fejlesztése is. Már elkezdődött például a 49-es útnál, Máté Szalka felé a területek kisajátítása egészen Ökörító Fülpesig, de az autópálya folytatása is kiemelkedő feladat, Záhony, illetve a Bereg irányába, tette hozzá Sesták Oszkár.